Másnap reggel a vasutas sztrájk miatt, vonat helyett busszal elindultam a régen vágyott skót felföld felé. A tavakkal szabdalt hegyes-völgyes vidéken szerettem volna túrázni is egyet. Körülbelül 10 kilométer, amit 4 óra alatt kényelmesen meg fogok tenni. A Loch Ness fölött vezet az út nagy része, úgyhogy gyönyörű kilátások várnak rám, és egyelőre eső se esett. Hoho, hát te! Rám köszönt egy border collie. Van már a Loch Ness, az egyik legfestőibb fekvésű tó a skót felföldön. De hát a Loch Ness-i szörnyet továbbra sem látom. Hát kedveseim, a rengeteg túraútvonal közül is ez kiemelkedik. Itt sokon voltam már, de ez valami fantasztikus. A Loch Ness hosszan nyúlik el a skót felföld hegyvonulatai között, és ráadásul itt van az ősznek ez az ezer színe, a zöld, a rozsda, rengeteg színárnyalata, és csodálatos módon süt a nap. Mára is azt mondták, hogy esni fog. Készüljek föl mindenre, igaz, hogy nem lesz nagy eső, de azért ilyen enyhe záporok előfordulnak folyamatosan, és ha süt a nap, akkor azt bónusznak tekintsem. Hát ahhoz képest, hogy mindenre elkészültem, reggel óta verőfényes napsütés van október utolsó napjaiban itt Skóciában. A skót felföld eszembe juttatott egy régi skót dallamot, amely a skót nemzeti költő Robert Burns versével lett ismert, és ma az új év köszöntésekor éneklik Skócia szerte mindenhol. Hazatérve a barátaimmal együtt játszottuk el. Thank you.
Után a kaledóniai csatornához értem, amely 100 km hosszú, részben mesterséges, hajózható vízi út Inverness és Fort William között, a skót felföldön át. Majd újra buszra szálltam, amely gyönyörű tájakon vitt a Skye-sziget felé. Csodával határos módon sikerült följutnom erre a pontra. Összesen két pont megy Armadillből Valleigbe, tehát a Skye-sziget déli oldaláról a skót felföld szárazföldi részére. A nagy izgalmakra egy sört iszom. Igazából magán a szigeten egy órát se töltöttem el. Bátran megkockáztattam azt, hogy stoppolok, és sikerült. Egy órán volt megtenni így 14 mérföldet, és végül egy svájci pár nagyon kedvesen, akik nem is arra jöttek volna, de mégis megtették, hogy elhoznak. És hát így sikerült stoppal felszállnom erre a kompra, ami lerövidíti azt az utat, ami rám várt volna, hogyha a szárazföldön keresztül kell visszamenni. A sztrájk miatt mellékből aznap már semmi sem vitt volna tovább, így ismét stoppoltam. Egy kedves tájföldi pár vett fel és vitt el Fort Williambe, a környék központjába, ahol hamar találtam egy kellemes szállodát. Egy kedves takaros szoba Fort Williamben. Mi kell még egy fárasztó nap után?